A női vízilabda OB1-ben is véget ért az alapszakasz küzdelem sorozata. Az egriek Heraklész elleni elmaradt meccsük 3 pontját 5-0-val írta jóvá szövetség. Így már valóban csak egy meccs, a Szeged elleni találkozó hiányzott a bajnokság első szakaszának zárásához. Ősszel Szegeden 13-7-re nyert az Eger. Itt most jóval nagyobb lett a különbség. Az első negyedben 7-1-jel nyitottak a hazaiak, majd a folytatás is hasonló gólzáport hozott. A harmadik negyedben például 10 találatot szereztek a csapatok. Keszthelyi Rita 6, az alapszakasz gólkirályi címét megszerző Antal Dóra pedig 5 gólt lőtt. Az utolsó harmadban Gangöld felváltó Katona Réka 2 szegedi büntetőt fogott. A végeredményt Varga Renáta büntetője állította be, 24-8-ra nyert az Eger. Hétfőn este már indul a rájátszás első szakasza. A rájátszás első részét a BVSZ-ével kezdjük, tehát minden másnap mérkőzés játszunk, 3 győzelemig fog menni. Remélem, hogy hétvégén befejezzük, és akkor tudunk egy hosszabb lélegzetvételnyi felkészülésünket a bajnokok kupájára, amit itthon rendezünk. De most ilyen pillanatban csak a BVSZ-ével foglalkozunk, mert azon kell túljutni, hogy minél, tehát hogy döntőt tudjunk játszani a magyar bajnokságot. A pálya előny az egrieknél van. A másik ágon Dunaújváros Szentes összecsapás dönt a másik döntős helyről.